A büszke szülők folyamatosan védelmezik kölykeiket. Zárt tartási körülmények között ritkán szaporodnak a kispandák, más néven a vörös macskamedvék. A nyíregyházi állatpark tenyészpárja azonban már harmadjára ajándékozta meg a gondozókat és a látogatókat kölykökkel. A most még szürke bundájú kicsik átestek a soron következő orvosi vizsgálatukon. Ez abból áll, hogy megmérjük a súlyukat, hiszen a pandáknak 100 g-os heti súlygyarapodással kell, hogy rendelkezzenek, úgyhogy jelenleg 6 hetesen 600 g-ot el kell, hogy érjenek. Ugye egy hímről és egy nősténről beszélünk, az egyik 627, a másik pedig 665 g-os, úgyhogy tökéletesen gyarapodnak ezek a pandák. Csukott szemmel jönnek a világra, egy hete körülbelül nyitott szemüvek már, ez is teljesen rendben van, hiszen egy hónaposan kell, hogy kinyissák a szemüket. Ilyenkor még jól látható, hogy szürke ajszőrzettel rendelkeznek, hiszen fokozatosan váltják majd át vörös a szőrszínüket, amikor már elkezdenek kijárni a fészekből. Illetve ilyenkor kapják meg az egyedi azonosítójukat is, itt a nyíregyházi állatparkban minden állat rendelkezik ilyennel. Ilyen éles hangjuk van a jelenleg 6 hetes kicsiknek. Míg tartott az orvosi vizsgálatuk, Pozsonyból és Szecsuánból érkezett szüleik a kifutójukban aggódtak értük. Ők már 5 éve élnek együtt Nyíregyházán az Európai Fajmegőrzési Program keretében. A Nyíregyházi Állatpark nagyon fontos küldetésnek tartja, hogy a ritka veszélyben lévő állatokat tartsa és szaporítsa. Kispandákat 2015 óta tartunk, és egy nagyon sikeres tenyészpárról számolhatunk be, hiszen már harmadízben született itt ikerpár. Tavaly szintén beszámoltunk egy hasonló eseményről, az akkori kölykök most már Anglia és csehországi állatkertekben vannak, a mostani kicsinek pedig most kiderült az ivar meghatározás során, hogy egy nőstény és egy hímállatról van szó. Most jelentjük le a koordinátornak, úgyhogy valószínűleg egy év múlva ők is el fognak kerülni az Európai Fajmegőrzési Program keretén belül másik európai állatkertbe. Jelenleg alig 10 000 vörös macskamedve egyed él vadon. Számuk az elmúlt 50 évben közel 40%-kal csökkent az élőhelyük elvesztése, az orvvadászat és az illegális állatkereskedelem miatt. Ezért is nagy jelentőségű az ikerpár születése a Nyíregyházi Állatparkban.